Akkor jönnek a kedves ismerősök, a barátok, hoznak egy-egy szép történetet, vagy egy-egy szép produkciót, ahogy az Bangó Margit teszi. Meg
hagyd a múltat, hisz én sem kérdezem. Yeah. Nagyon-nagyon szépen köszönjük frissen, fiatalosan idejét. Szervusz, drágám. Nem adok puszit, mert nem, nem érdekel. Jó, rendben van. Kötelező. Megkockáztatva a vízfertőzés. Anyukát nem lehet csak úgy elküldeni. Nem lehet. Betegséggel. Nem lehet a mamát csak úgy elküldeni. Ez magad mellől. Ez gyönyörű volt. Nem hallottad még? De hallottam, csak mindig rácsodálkozom. De ma is gyönyörű volt. Igen. Mikor mondtál el először ezt a rajongást, meg a félszerelmet, meg hogy hajde jó? Mikor az első találkozás? Hát, igen. Na. Olyan rég. Igen. Hát most már évekre visszamenőleg tart ez a szerelem, ha ezt lehet így mondani. És azóta nagyon sok formában, de legfőképpen egy ilyen többet magunkkal vacsorás partin szoktuk az ilyen élményeket feleveleníteni, meg egyáltalán nagyon jókat eljáró, úgy fősz, hogy úristen. Most is nehéz volt egyébként Margitot arra rá kapni, hogy ne édesapádék és a csirke felé érdekeljen. Tehát nagyon szeretett volna hátrafelé. Aki ennyire gurmé, mint ő, tehát kísérletnek kerülni azt, hogy rögtön a faték felé menjen. Aki szereti a hasát, általában az tud főzni is. Ez az egyik. Tehát ezt a gyermeket nem szeretem, bevallom őszintén. Na. Hanem imádom. Jaj. Imádom. Első pillanat, én azt hiszem, hogy sok ember van így, hogy vagy szimpatikus lesz valaki rögtön, vagy antipatikus. Most első látás, első találkozásunkkor így egymás nyakába ugrottunk, tényleg, mint a mamájához. Úgy jön hozzám azóta, aminek én nagyon-nagyon... Olyan, mint hogyha ezer éve ismernénk egymást. Igen. Tehát, hogy ilyen teljes nyílt... Az őszinte nyílt szeretet, tehát nem ez a kamu megjátszás, hogy szeretlek, hanem ezt érezni kell, ezt érezzük, úgy hiszem mind a kettő. Ez így van. Hogy zajlanak ezek a vacsorás, többfős... Eszikfős. Társasági események. Hát, azt mindig nagyon várjuk, amikor Margitnál van. Főzés, mert az egy ilyen népünnepély. Most ne figyelj ide, ez egy népünnepély. Tehát egyrészt a mennyiség, de a minőség, kérem szépen. Tehát az valami zseniális. És tényleg, ezek olyanok, nekem olyanok, mint egy szeánsz. Mert itt az emberek legtöbbje annyira kinyílik, meg hát egyébként is ismeri egymást a társaság. Nem eszedbe jutna tőle szakmáról kérdezgetni? Megmondom őszintén, hogy vagy csak úgy ülsz, csodálod, eszel. Hogy csodálom. Például tegnap este lehet róla beszélni? Le. Hogy a Szakcsi Lakatos Béla, a Pluto, az Emilio és Margit olyat műveltek, hogy az számomra az megdöbbentő volt a pozitív értelem minden tekintetében. Ha jól tudom, egy új formáció. De mesélj róla igen, te. Igen. Hát, éneklés, ez mindenképpen van ezeken a vacsorákon. Igen, be van szerelve egy fix cáig, és akkor ott ihajtjuk majd pár megy az az igazság, hogy én egy ilyen maximalista őrült szabad vagyok, a zenében is természetesen, ha olyan van, hogy énekelnem kell, vagy felvétel van, akkor a zenészeknek is olyanoknak kell lenni, amit én akarok hallani, amit szeretnék hallani, és nem kell próbálnunk, hogy vannak ugye reggelt estig próbálnak, a hangnemet bemondom Szakcsi Lakatos Bélának, és akkor ránézek, tudja, hogy a bassgitára Pluto jön, tudja, hogy most a Emilio, tehát most készülünk egy ilyen CD-re, ami azt hiszem, hogy nagyon-nagyon érdekes lesz nagyon sok nézőnek, mert... És ebből, bocsánat, igen, bocsánat. Nem csak így ki akar budjani belőle, hogy én már nagyon sokszor hallottam őt énekelni, de tegnap valami olyasmi történt, amit rácsodálkoztam, mint a, hogy mondják ezt, csecsemő a topleszbárban. Tehát, hogy úristen, őserő, nekem olyan hungarikumon. Nagyon szépen köszönöm. Mi köszönjük, és akkor várjuk ezt. Mikorra? Hát, ha Isten is úgy akarja, akkor ez majd március vége felé vesszük fel a CD-t, tehát én teljes
teljes új köntösben. Ugye tudod dolog már rólam, vagy aki nem tudja, az majd megtudja, de hát általában ugye tudják, hogy én nem csak cigány dalokat, magyar nótákat, hanem evergreeneket, jazz, vagy netán véletlenül operett, vagy opera. Tehát szeretek mindenbe belekóstolni, mint az életben, de, illetve az ételben, de addig nem engedem ki a kezemből, míg az nem lesz olyan, ami, ahogy én szeretném. Na, étellel is így van. Hogy mondjam el, ez a halkzene szól az éjszakában, amit az előbb hallottatok, ezt a, én a 80-as években énekeltem először a TV 1-en. Vitrai Tamás műsora volt, Ülök és mesélek, és azt akarták minden áron, hogy egy operát, tehát több oldalamról szeretett volna a Vitra, illetve nem szeretett volna, mert be is mutatott, több oldalamról, hogy mennyire sok oldalú énekes vagyok, de viszont egy kikötés volt, hogy a Carmen Habaneráját énekeljem. És előtte volt hangszálműtétem, és mondtam, hogy hát azt nem, mert ez nem. De. És akkor másnapra én megirattam a Halkzene szól az éjszakába. Elmentem a Korod Ivánhoz, aki az éjszakai életnek egy kitűnő bár zongorista, és mondtam, Ivánkám, nekem egy nóta kell. Azt mondja, jó, mikor? Na most. Azt mondja, ugye viccelsz, hát nem viccelek. És miről szóljon? Hát mondtam, hogy milyen műsorhoz kell. Hát mond valami olyasmit, hogy Halkzene szól az éjszakában, érezned kell, hogy rátaláltam, és itt már meg is volt a vezérfonal. Na, lényeg az, hogy utána, amikor ezt beénekeltem, hát a Vitrai Tamás volt az, aki nagyon kíváncsi volt, hogy mi az a különleges, amit én a Carmen helyett hoztam, és miután elénekeltem, arcokat mutatták közben, hát óriási siker, hála jó Istennek. Aztán, ami az érdekes volt benne, hogy nem énekeltem hosszú ideig, majd 2000-ben énekeltem CD-re. Azóta és mai napig is valahogy, ha rám néznek a fiatalok, ilyen punk gyerekek jöttek az Üllői úton, autóba mentem, és mellettem befékeztek, punk tarajos gyerekek, oda néztek, ott megy a Halkzene szól az éjszakába. Na, ezért kaptad ezt, hát te is most ilyen történetekkel hamarosan találkozunk még, amikor majd Margit jövőzzen. Meg receptekkel is, csak így zárójában. Ugye? Kéne harangozó.